karácsonyi vásárokról híres városaiban, mint Bécs, Pozsony, Prága, Salzburg vagy éppen Dresda. A MÁV Start közleménye szerint az utasok megfogadták azt a jó tanácsot, amely az előzetes helyjegyváltást szorgalmazta, így sikerült elkerülni a túlzsúfoltságot. A tapasztalatokról és a közelgő szilveszteri vasúti közlekedésről Szejsz Dániel kérdezi Lőcsei Virágot, a MÁV Start csoport szóvivőjét. Dani, tietek a szó. Szép napot kívánok! Így van, ahogy az elmúlt években is most is megfigyelhető volt, hogy rendkívül sokan utaztak külföldre az adventi időszak alatt, és látogatták meg külföldi országok karácsonyi vásárait. A legkiemelkedőbb célpont természetesen idén is Bécs volt, és ahogy te is említetted, sokan választották a vonatot, és ezzel jutottak el a bécsi pályaudvarra többek között. A részletekről így van, ahogy említetted, te is Lőcsei Virágot kérdezem, aki a MÁV szóvívője, mik voltak az idei év tapasztalatai? Hát tulajdonképpen a hagyományoknak megfelelően valóban Bécs volt a legkedveltebb célpont. Ez bizonyítja az is, hogy az eddigi adataik szerint a 4 adventi hétvégén a reggel induló Railjet vonatok tulajdonképpen teljes kihasználtsággal működtek, illetve a szombatonként induló advent Eurocity vonatok is nagyon kedveltek voltak, több mint 400 utas szállítottak 4 alkalommal oda-vissza, illetve nagyon kedvelték utasaink a most már Nyíregyházáról induló és Bécssel így egy közvetlen összeköttetést biztosító Eurocity vonatunkat is. Így van, tehát akkor ez mindenképpen jó hír, hogy helyreállt a közlekedés az ausztriai, valamint a Németország felé tartó vonalakon. Igen, a korábbi zárlatot tulajdonképpen feloldották, így már nem csak Salzburgig, hanem egyenesen Münchenig jár a Kálmán Imre Euronight éjszakai vonat is, december 18-ától a megszokott formában, tehát háló és fekvőkocsikkal. Akkor Bécset ugyezem túl beszéltük, de gondolom máshova is azért utaztak utasok. Mik voltak még kiemelkedő célpontok idén? Hát a környező országokba utaztattunk, például Krakóba, aztán Prágába, Pozsonyba, de Varsóba is el lehetett jutni, aztán Linz, Graz, Salzburg, tehát ezeket a célpontokat is el lehetett érni. Sőt, van amelyiket még mindig érdemes, hiszen például a szlovák, a cseh, illetve a lengyel fővárosban január 2-áig, illetve január 6-áig tartanak az ünnepi programok, tehát akinek még kedve támad esetleg megnézni, hogy ott hogy zajlik egy ilyen karácsonyi vásár, akkor még ezt megteheti. És mit ajánlanak azoknak, akik a következő napokban szeretnének vonatra szállni, illetve utazni, esetleg szilveszterkor is? Mindenképpen azt, amit többször kértünk már, és nagyon szépen köszönjük, hogy valószínűleg meg is fogadták a tanácsunkat, hogy egy kicsit előre gondolkodtak, és például a nemzetközi vonatokra, ugye, amelyekre nem kötelező helyet váltani, mégis megtették egy, így nem alakult ki túlzsúfoltság, illetve nem került senki olyan kényelmetlen helyzetbe, hogy például az osztrák határon mondjuk nem engedik át a vonatot, és leszállítják az állóutasokat. Tehát erre most nem volt példa, úgyhogy továbbra is ez lenne a kérés, hogy figyeljenek, hiszen előttünk áll még ugye a szilveszter új év, illetve a téli szünetet lezáró hétvége, amikor gyakorlatilag mindenki útra kell, lejár a szabadság, a diákoknak a szünidő, ilyenkor 405-450 ezeren is utazhatnak hétvégén, tehát mindenképpen érdemes előre gondolkodni, előre jegyet váltani. Persze megerősítjük a szerelvényeket is. Köszönöm szépen, tehát akkor szilveszterkor érdemes akár vonatra ülni. Egyrészt talán kényelmesebb is lehet, mint az autós közlekedés, másrészt biztonságosabb, főleg egy szilveszteri átmulatott éjszaka után. Lőcsei Virágnak.